Az első között szerepelt Eger a Fidesz hétfőn indult országjárő körútjának állomásai között. A következő hetekben több mint 220 fórumot tartanak majd országszerte, melyek témája az európai parlamenti választás is annak tétje lesz. Az Egri lakossági fórum vendége Kocsis Máté a párt frakció vezetője volt. Az eseményen elsőként Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési képviselője számolt be arról. Orbán Viktor miniszterelnök a bevándorlás megállításáért meghirdetett 7 pontos programját Heves megye egyes számú választókerületében eddig több mint 15 ezeren támogatták aláírásukkal. Kiemelte azt is, az EP választásnak soha nem volt még akkora tétje, mint most. Évről évre egyre többen jönnek ide hozzánk, hogy megismerjék az itt élő kedves embereket, megnézzék történelmi emlékeinket, megkóstolják a kiváló borainkat, illetve gyógyuljanak a vizeinkben. Természetesen ezen adottságok mellett azért is jön ide egyre több turista, mert a térségünk és az egész ország biztonságos, ezt meg is kell őriznünk, és erről is szól a május 26-ai európai parlamenti választás. Kocsis Máté ugyanakkor úgy fogalmazott az európai parlamenti választás tétje, hogy bevándorlás párti vagy bevándorlás ellenes vezetői lesznek az uniónak. Szemmel látható, hogy a jelenlegi brüsszeli vezetés nem megfékezni vagy megállítani akarja a migrációt, hanem megszervezni azt, tette hozzá. A magyar kormány és a kormánypártok álláspontja világos. Azt gondoljuk, hogy minél nagyobb felhatalmazást tudunk kapni az emberektől a május 26-i választáson, annál nagyobb erővel és annál nagyobb legitimitással tudjuk majd képviselni a miniszterelnök 7 pontját. De teljesen világos az is, hogy a hazai ellenzékre a magyar emberek nem számíthatnak ebben a küzdelemben. Arról is beszélt, hogy az európai folyamatok jelenleg rossz irányba mennek, a nemzetállamok felszámolása, a keresztény kultúra védelme és a biztonsági kérdések tekintetében is. Éppen ezért változásokra van szükség. A frakció vezető kitért arra, és mérhetetlenül sértő és túlmegy minden határon az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó egy TV interjúban tett kijelentése, miszerint sok a patkány Magyarországon. Kocsis Máté szerint Bangóné ezzel 3 millió választópolgárt sértett meg, így távoznia kell a magyar közéletből. Kocsis Máté ugyanakkor arra kért az egri szocialistákat, hogy határolódjanak el Bangónétól, és a nevében is kérjenek bocsánatot.